Szép jó napot kívánok megint. Akkor nézzünk egy ramp startot, ugye amikor kiválasztjuk a mission-t, amit szeretnénk menni. Rányomjuk, hogy flight. És miután betöltött nekünk ez a szép 4K-s gyönyörűség, kapunk egy ilyet, hogy nem látunk semmit sem. Megvárjuk, amíg betölt az egész, jó van. Tehát a 4K az ennyit tud, a baj az, hogy én most közben renderelem az előző videót, tehát lehet, hogy ez nem kéne. De mindegy, lényeg az, hogy indítsuk el a gépet. Egy seed mission-t választottam ki, minden igaz, akkor SDB-kkel. Nem, a GM88 van rajta, jó, nem baj. Lényegtelen abból a tekintetből, hogy mit akarunk csinálni most épp. Most épp be akarjuk indítani a gépet. Ez a gombocska, a fuel cutoff. Egy bal klik. Még mielőtt az egész nagyon hangos lesz, az egerem nagyon lassú, mert 4K-ban vagyok. Itt egy gombocska. Ezt megnyomjuk. Ezt a fehéret ott. Becsukja a kabintetőt. Amitől mindjárt halkabb lesz minden. Ja, adjunk neki elektromosságot, mert az jót tesz. Majd a starter motort ízítsuk be. Amitől is azt fogja mondani nekünk, hogy itt van egy ilyen számláló, itt fönt. Jajajaj. RPM percent. Ha ez eléri a 40%-ot, akkor előre toljuk a gázkart. És a gázkar, amikor elő van, akkor van rajta egy gombocska. Ha ide visszük az egeret, látszik is, zöldre vált. Itt. Azt megnyomjuk, majd hátra húzzuk alapállásba. 20%-on van, 20%-nál előre toljuk. Megnyomjuk a gombot, és visszahúzzuk. És azt mondja nekünk, hogy megy is tovább. Jó. Innentől kezdve minden automatikusan működik, egy pár alap dolgot kivéve. Ide benézünk, itt van a hűtőrendszer. Ezt be kell kapcsolni, különben megsül az összes rendszerünk. Jó. A világítást, háttérvilágítást dolgoknak. Mehet. Ja. Jó. Navit off-pole normba. Az az align. Majd mindjárt átmegyünk az UFC-re, és akkor mutatom, hogy működik az egész. Ezt az összeset felkapcsoljuk. Ez ugye steering, MFD, UFC, térkép, stb. Jó, radar altimeter, standby-ba, FCR, bekapcsolom. Nem látom, hogy odaírva. Az a baj, hogy ez így nagyon hülyén néz ki. Nagyon hülyén működik. Nem mindegy. Szóval a lényeg az, hogy ezt a felső sort fel kell kapcsolni. A dead datát flightba, az altimeter adát barometrikbe, vagy autóra, hát ahogy ki, ahogy érzi, én barometrikre szoktam rakni, mert miért ne. Jó, és akkor előre megyünk ide, és azt mondjuk neki, hogy a brightness-t feltökerjük, és a szímet feltökerjük, és ezzel be van kapcsolva a HUD-unk. Na most, itt az MFD rögtön elmegy az FCR test page-re, amit hagyhatunk is, itt írja, hogy 120 másodperc múlva kész van. Tökéletesen fantasztikus. Itt az INS align-on, itt majd ez akkor lesz jó, hogyha a 4x4, illetve 3x3 befejezi a hülyeségeit, majd villogni fog, hogy align
Oké, és akkor utána be kell kapcsolnunk ott a lenti részen. Viszont amíg ezt teszi, addig előhozhatjuk például a test page-et, és összes foltot, test foltot kikapcsolhatjuk, hogy ki nyomhatjuk. Clear-re ezzel a gomba. Jó. És még mindezek után a DTE data transfer page-et kiválasztjuk, és a load gombot megnyomjuk. És akkor végigmegy az összes létező dolgunkon, és betölti a mindenféle waypointunkat, meg ilyen dolgainkat. Jó, most ugye a itt írja is a jocks in place itt a ezen a részen a képernyőnek. Ez azt jelenti, hogy be van rakva oda ugye a kis ezenk papucsaink, ami megakadályozza azt, hogy elinduljon a gép magától. De ha ezt kiszedjük, majd nem sokára, akkor a parking brake-et be kell nyomni. Úgyhogy ezt most én be is nyomom. Jó, menjünk tovább azon, hogy COM1 hangerő, illetve az off és a hangerő az mint az FC8-ban az összes többi ilyen gépben a bekapcsoló gombja. Az UFC vagy a UHF rádiót bekapcsoljuk, az ECM-et élesítjük, túl sokszor. Event link be legyen kapcsolva, event mark be legyen kapcsolva a recordra. Na, és akkor itt vannak az olyanok, hogy flash, illetve a wingtail fuselage lámpák be legyenek kapcsolva. Nagyon jó, most be van az is kapcsolva. Mi sem egyszerűbb. Élesítsük az ejector seatet, csattintsuk le azt. Jó, menjünk tovább. Ugye ez az, amiről beszéltem az előző videóban, a négy program és a módja. Most egyelőre standby-ba rakom, és az MBS, Jammer, RVR, illetve a módoknak a bekapcsolóit bekapcsolom, valamint itt az RVR kompján ez az RVR panelá, power gombot megnyomom, és itt elkezdi ez is a saját tesztjét. Majd megnyomom a handoffot, hogy majd esetleg handoffoljon is, hogyha van rá lehetősége. Jó, közben a 434408 megérkezett a végül beellájnolódott a ilyenesünk, ami azt jelenti, hogy ide megyünk, és átnyomjuk ezt navigációba. Jó? Ez tökéletesen jó is. És akkor a dead control panelen, itt fönt elől a return megnyomjuk, amivel láthatjuk az UHF 6-os csatorna és a VHF 13-as csatornára van állítva. Steel point az első steel pointunk. Na most, ha én azt mondom, hogy szeretnék beszélgetni a toronnyal, megint a COM1 gombot, ami az UHF-hez tartozik. Ugye itt az UHF-et előtte ugye bekapcsoltuk. És ha jól emlékszem, át kell állítani UFC-re, bár itt nem, ez alapból UFC van. Előfordulhat, hogy ezt át kell állítani UFC-re. És mert defaultból bekapom. Nem és, hanem mert defaultból bekapom. Megnyomom neki, én tudom, hogy az egyest mentettem el, mint frekvenciát. És akkor ugye van a Q betű, amivel az AVAX-el beszélünk. Tehát megnyomom a Q gombot a billentyűzeten. A W-vel a Wingman, E betű az element, tehát hogyha nem a Wingman-emmel szeretnék beszélni, hanem az összessel. 3-as, 4-essel, illetve a 3-assal. A flight az R. A T a tower. És itt tudom megmondani neki, hogy install remove jocks. Azt mondom neki 8. És nem találtam a frekvenciát. Nem baj.
Megmondom neki, hogy a VHF-en szeretném, mert azt is elmentettem. Egyesnek. A VHF, akkor lehet, hogy mégiscsak az, nem az UHF-nek, a VHF-et mentettem el. Egyesnek, ezért adtam mind a kettőt, hogy biztosan tudjam. Na, és akkor UHF, VHF beállítva. Körbenézek még egyszer utoljára, hogy van-e valami, amit elfelejtettem. Ugye, hogyha egy helyben állunk, akkor villogunk. Ha pedig indulni akarunk, akkor steady. És akkor tudjuk, hogy mindenki tudja rólunk, hogy menni akarunk. És akkor Towernek azt mondjuk, hogy request taxi. És akkor most várunk addig, amíg meg nem kapjuk az engedélyt, majd szépen követjük az útvonalat oda, ahol fel kell szállnunk. Itt, hogyha ugye olyan dolgaink vannak, hogy picit leállítom. Na, jó, a listában van egy destination, kettő bingo fuel, be lehet állítani hármas VIP, ez ilyen, ups, nem aktív pause. Ez a hova, melyik waypointra mennyi idő. Navigáció, steerpoint. Illetve ezeket a dolgokat mind lehet. Jó, mindegy, hagyjuk. A következő videó lesz. Na! És akkor, amikor majd a Tower szól nekünk, akkor szépen elindulhatunk, és ugye benyomva a Nose Wheel Steering gombot. Itt látható, hogy a Nose Wheel Steering be van kapcsolva. És akkor, hogyha a Tower közli velünk, hogy mehetünk, akkor ugye kiengedjük a parking brake-et. És amiért behúztuk a parking brake-et, az, mert most nem adtam neki gázt, és olyan könnyű a gép, hogy alapjáraton elviszi, ellöki a repülőt, hogyha nem fékezem le. Úgyhogy erre figyelni kell, nem szabad a parking brake-et magára hagyni, vagy nyitva hagyni, akkor, hogyha leveszük a kerékbilincset, úgymond, mert nem jött eszembe neve a kerékbilincs helyetti dolognak. A lényeg az, hogy nem szabad üresen hagyni, mert nyilván a magasságot be kéne állítani az adott helyre, ahol vagyunk. Ezt mindenki magának meg tudja tenni. Én azt hiszem, hogy nagyjából ennyi gyakorlatilag. Ami még esetleg kellhet, ugye amit mondtam, az IFF IN gomb, hogyha be van konfigurálva, akkor azon a gombbal, amit most hallunk, ez a ciripelés, ez az, hogy bekapcsolódott automatikusan, ugye én a ketteske vagyok, most éppen ebben a küldetésben, bekapcsolódott ez a datalink, aminek ez a hangja, és innentől kezdve én az összes létező. Persze beszélj bele. Az összes létező adatot megkapok az egyes-kétől, amit ő akar nekem adni. Nagyjából ennyi, aztán majd a következő epizód az lesz, hogy szállunk föl, meg hogy megyünk oda, ahova kell.